Ez a vízi szörny itt, az indiánok nyelvén szólva az úgynevezett ogopogó. Kanadában Kelowna egyik főterét díszíti betonba öntött jelképe. Egyébként a legenda szerint az őshüllő itt ebben a csodálatos tóban, az Okanagan tóban éli rejtélyes életét. Mindenki nagyra becsüli és értékeli ogopogót, hiszen nagyban befolyásolja a vidéknek, az egész völgynek a turizmuson alapuló gazdasági alakulását. Ogopogóval lépten nyomon mindenhol és minden mennyiségben találkozhat az ember. Mosolyogva kacsint ránk a képeslapokról, a pólókról, az emléktárgyakról, a lekváros meg a mézes bögrékről, s ki tudná még felsorolni, honnan és merről. S amíg világszerte arról folyik a vita, hogy létezik-e vagy sem, nagyban virágzik az üzlet. Isten éltesse még sokáig az őslakosok, az indiánok által megálmodott pénzcsináló, jóságos csodaszörnyet. Egészen biztos vagyok abban, hogy ogopogó az 5-6 méteres zöld színű a hátán foltos víziszörny még most is itt él a tóban, de csak kiválasztott emberek láthatják. Nagyszüleimtől hallottam, hogy egyik alkalommal, amikor kajakon átkeltek a tavon, és a lovak segítségével megpakolták azt, a lovak hirtelen eltűntek a víz mélyén. Mások napozni látták a víziszörnyet egy óriási kövön. Én hiszem, hogy ogopogó továbbra is itt él a tóban, és erre tanítom a gyerekeimet is. Sokszor olyan tükör sima a víz, a tó, ami 115 km hosszú és 5 km széles, és hirtelen megjelenik egy örvény, mint hogyha egy szörny ott tényleg fölbukott volna, vagy bukdácsol, vagy úszkál. A turisták az természetesen, hogy nagyon, nagyon tetszik nekik. Mindenki jön és keresi az ogopogót. Egy legenda. És mint rézművész, miben foglalkoztatja az ogopogó? Well, én ilyen kis kulcsdíszt, től egészen 4 fittességű, vagy akár mekkora valaki rendel, megcsinálom. Németországból jöttünk, és azt hallottuk, hogy a szörny itt van a tóban. Azt hiszem, hogy ez olyan, mint a Loch Nessi szörny Skóciában. Ön kételkedik a Loch Nessi szörnyben? Nos, mi hiszünk az ogopogó létezésében. Igen, a szörny létezik. A barátaim most utaznak a tó déli részére, és majd figyelik a víz felületét. Az Okanagan tó vízében élő ogopogóról sajnos tudományos magyarázat nincs, és a kutatók is csak találgatnak az ügyben. Mivel földünk vizei még távolról sincsenek teljesen felkutatva, ezért egyesek szerint miért ne létezne valahol egy évmilliókat átélt őslény? Mások viszont természeti jelenséggel magyarázzák a dolgokat, miszerint a föld alatti csatornákból beáramló víztömeg formál különleges alakzatokat a tó felszínén. Egy alkalommal japán kutatók tenger alatti hajóval fésülték át a mélyvizeket eredménytelenül. A rejtély tehát továbbra is marad. Határozottan sokat jelent, mert egyike a fő attrakcióknak, amellett, hogy az éghajlat a legkedvezőbb, itt sok golfpálya van, gyönyörű tó, és a legfontosabb persze többek között az, hogy van ez a monda a ogopogóról, és az embereket az ide vonza. Ogopogó létezéséről nagyon megoszlanak a vélemények. Jól értesült körökből azonban megtudtuk, hogy a hitetlenek előtt kegyetlenül méregbe tud gurulni.